chanson. Segíthetnék valamiben? Későre jár, és úgy látom, hogy tanácstalan. Köszönöm, nincs semmi baj. Jöjjön, ködös az este. Óvatos gyermekem. Sok az ember megfordul errefelé. A csinos nők mindig nagy veszélyben vannak. Nyissa ki az ajtót! Ki akarok szállni, kérem! Maradjon csöndben! Csöndet! Ki az? Majd meghaltam az ijegységtől. Kisvárosi gyilkosságok. Horror és halál. Magyar hangok. Kossai Károly, Juhász György, Besenyei Emma, Menszátor Magdolna, Kunc István, Szatori Dávid, Bertalan Ágnes, Sarádi Zsolt, Balsai Mónika, Pál. Szabad egy kis. Magyar szöveg Gazdag Petra, hangmérnök Házi Sándor, vágó Kránic Bence, gyártásvezető Újréki Zsuzsa, szinkronrendező Somló Andrea. Jó estét! Jó estét, hölgyeim és uraim! Kérem, foglaljanak helyet, köszönöm. A nevem Colin Yule. A Midsummer Langley Filmegyesület elnöke vagyok. Köszönöm. És szeretettel köszöntök mindenkit az első, de remélhetőleg nem utolsó fesztivál megnyitó estéjén, tehát az első fesztiválon. Elkésünk. Jó, de miről késünk el? Stella Harris Filmfesztivál. Mm-hmm. Ó, te igazán tökéletes vagy. Ezt írásba adnád? Az az érzésem, hogy alul öltöztem. Ez Diana Davenport. Az nem lehető hollywoodi híresség. Igen, de egyben Stella Harris testvére. Nem lehet igaz? Oh. Hölgyeim és uraim, bemutatom önöknek a 60-as évek brit horrorfilmjeinek egyik jelképét. A Midsummer Langley szülöttje, Miss Stella Harris. Köszönöm. Nézzen ide, Diana! Diana, szabad egy fényképet! Tízden Önport, a rajongója vagyok. Adna egy autogramot? Ne, kinek írhatom? A nevem Jan. Jan. Köszönöm szépen, köszönöm. Stella, drágám! Bravo! Igazán hatásos belépő volt. Álljanak fel! Álljanak fel! Hogy képzelik? Ő lenne Emma? Igen. Pearson, a főszerepben Stella Harris.
kérem. Nem akar megcsókolni? Egy fényképet? Rendben. Mosolyogj! Mosolygok. Parancsolj! Jó napja! Örvendek! Scott! Édes fiam! Szervusz, apa! Azt hitted, megléphetsz az apád elől? Miért nem bízol bennem? Egy éve nem láttál. Elég, fiúk! Üdvözlet! Az éjszaka gyermekeinek. Kate! Nem tudtam, hogy rajonganak a horrorért. Csak John a rajongó. Mindig is vonzalmat érzett Stella Harris iránt. Elnézést. Jones? Uram, Midsummer Langley-ben vagyok. A Rózlatban, a főtér mellett. Mikor ér ide? Kb. 3 perc múlva. Rendben. Kate! Jones! Jó napot! Uram, valaki partit rendezett, de engem nem hívott meg. Előfordulhat, Jones. A Stella Harris filmfesztiválon voltunk a Városházán. Együtt? Igen. Megvolt az esélye, Bene. Csak hogy lemondott róla. Ideje, hogy menjünk. Elvihetnénk valakit? Igen, az jó lenne. Köszönöm, nem. Biciklivel jöttem, kösz. Holnap este lesz egy fogadás a Langley Hallban. Legyetek ott. Az áldozat neve Eve Lomax. A házi úr talált rá, ő szólt be este 8:16-kor, a neve Patrick Tillman. Valaki jól körülnézett. Ott van egy laptop töltő, de a laptopnak hűlt helye. Más helyiséghez nem nyúltak. És hol van az a házi úr? Arra. Mr. Tillman, Barnaby főfelügyelő, Costoni rendőrség. Mióta bérelte Miss Lomax a Rózlakot magától? Úgy 6 hete. Miért jött ide ma este? A boiler miatt. Mert gond van a meleg vízzel. Becsöngettem, de senki nem felelt. Ezért bejöttem a pótkulcsommal. Eve tudta, hogy jövök. És mivel nem nyitott ajtót, nos, aggódtam. Elmehetek? Még nem. Mit keresett Miss Lomax Midsummer Langley-ben? Könyvet írt. 2 idős színésznőről. Az egyik a közelben él, és a másiknak kiadtam a Langley Hallt. Stella Harris és Diana Davenport. Igen. Furcsa megint itt lenni. Most már értem, hogy miért halogattad. Olyan ez, mint egy múzeum. Nem csak a ház, az egész város. Tudom, nem csodálatos? Stella nem bocsájtott meg nekünk. Mit vártál? Fogadóbizottságot? Viszont Scott jól van. Boldog. Úgy látod? Drágám. Minden rendben lesz.
Nem volt erőszakos behatolás. Van egy kulcs a cserépben az ajtó mellett. Mit gondol Mr. Tillmerről? Valamit titkol, az biztos. Vaj van a füle mögött. És tudja meg, hogy ez honnan jött. Talán pontosítja a halál idejét. Nézze! Delise felső warden, ez Tillman címe. Talán ő hozta ide. Furcsa, hogy nem említette. Warden Biobolt. A víz forrónak tűnik. Érdekelne, hogy miért jött ide Mr. Tillman ma este. Későn jöttél. Sokat kellett foglalkoznom a filmkedvelőkkel a kúriában. Mostanáig? Tévedésben vagy. Figyelmeztettelek. Benéztem az ivóba. Elég sokat ittam. Horkolni fogok, mint a disznó. A vendégszobában alszom. Nem alszol? Jól érezted magad? Várakozáson felüli volt. Segíts levetkőzni. Bocs, de ki vagyok nyúlva. Mindig fáradt vagy. Mert keményen dolgozom. És én nem. Hagyj békén, nem. TV-t nézett. A DVD még forog. Mit nézett? Vérszomj. Ezt láttuk kéttel ma este. Biztos valami ócska vámpíros film. Ne mondja, hogy ócska, Jones. Ez a 60-as évek végének klasszikusa, amelyikben Stella Harris játsza. Ezt nem fogja elhinni. Bob? A halál ideje délután 3 és 6 között. Valószínűleg 4 körül. Egészséges volt. Semmi rejtett betegség. A halál oka elvérzésképp pontszerű seven keresztül a nyakon. 25 mm mély. Az egyik átszúrta az artériáját. És mi okozta a sebet? A két seb mélységre és alakra egyforma. Szerintem csak egyszer szúrták meg, egy kétágú eszközzel. Fémből volt, talán acélból. Nem vámpírharapás. Most csalódott? De azt akarták elhitetni, hogy az volt. Talán azért, hogy kapcsolatot keressünk a filmmel. A filmben kitett ilyet? Egy 300 éves nemes ember, aki kizárólag szűzleányok vérét itta. Aha, majd körülnézünk. Mindenütt rendőrök voltak. Nézd csak, most száll ki a kocsiból. Ő lenne Diana Davenport. Üdvözlöm! Jó reggelt! Tényleg ő volt? Hát, jó. Tudom, hogy itt vagy. Nyisd ki az ajtót. Úgy sem megyek el. Engedj be! Isten a tudója, hogy voltak köztünk surlódások. Mindketten mondtunk és tettünk olyasmit, amit nem kellett volna. De a testvérem vagy, és szeretlek.
Évek óta arról álmodom, hogy visszatérek, régóta. Régóta. És most az álmok rommá lettek, mert nem tudsz megbocsátani. Az örök szeretet. Már értem, miért nem nyertél Oscart. Kifosztottak. Mutassa meg Dr. Whitingnak, mielőtt a laborba küldi. Mondja meg, hogy a mosogatógépben volt. Igen, uram. Megvan még a mama órája. Milyen szép. És Michael, nagyon sajnáltam, mikor hallottam, hogy meghalt. Már 2 éve lehet. 5 éve. Nagyszerű itthon lenni. Olyan régen volt. És ki tehet róla? Nagyon sok dolgom volt. 40 éve nem jártál itt, Diana. Még az anyánk temetésére se jöttél el. Igen, de én más vagyok, mint te. Sose bírtam a betegséget, meg a halált, a rossz dolgokat. Más szóval a valóságot. És most miért vagy itt? Ideje meggyógyítani a családot. Na. Miss Harris, Barnaby főfelügyelő, Costoni rendőrség. Ó, egy pillanat. El kell menned. Eljössz a partira? Talán. Most menj. Miss Davenport, önnel is szeretnék beszélni. Miért akarna velem beszélni? Csak most érkeztem. Akkor is. A Langley Hallban talál. Láttam tegnap a rendőrautót, de arról nem tudtam, hogy bármi köze van Évhez. Szegény asszony. Mennyire ismerte őt? A lányom régi barátnője. Néhányszor felkeresett a könyve miatt. Mindent elmondtam, de őt inkább a nővérem érdekelte. Nekem pedig egyre közömbösebb lett a könyve. És most halott. Nem lepte meg, hogy tegnap nem volt ott a gálán? Azt hiszem, Colin utalt rá, hogy nem szívesen látnák. Colin? Colin Yule. A fesztivál szervezője. Ah. Nagyon kedves, és amikor beszéltem neki Eve könyvéről, kitiltotta. Bár ne szóltam volna. Biobold. Jó reggelt! Jó reggelt! Tegnap mindent elmondtam. Tényleg? Jöjjön be. Mi köze van a Warden Biobolthoz? Ő a tulajdonos férje. Mrs. Tillman? John szőrmester, Costoni rendőrség. Eve Lomaxet meggyilkolták, drágám. A bérlőt. A rózlakból. Rablógyilkosság volt? Nem úgy tűnik, de az egyik ládájuk a konyhában volt. Mikor szállították? Meg kell néznem. És szeretnék kapni egy leltárt a házról, ha lehet. Meddig lesznek ott? A házban? Mert újra ki kell adnunk. Juliet? Mi van? Alig ismerted szegény nőt. Mr. Tillman találta meg a holttestet. Nem említette? Nem.
Terry Stevens, a sofőröm. Ő vitte ki az árut a rózlakhoz tegnap délután. Mikor ért oda Mr. Stevens? Kettőkor. Mrs. Lomax otthon volt? Igen. Egyedül? Nem tudom. Letettem a ládát a konyhában, és távoztam. Van egy jel Mrs. Lomax és egy másik ügyfél neve mellett. Mit jelent ez? Ők készpénzzel fizetnek. Ezt magammal viszem. Köszönöm, Mr. Stevens. Lehet, hogy még visszatérek. Klassz motor. A magáé? Igen. Van fogalma, hogy a férje mit csinált tegnap annál a hölgynél? Talán el akarta csábítani. És miért törődik bele? Arra várok, hogy el tudja sózni a kúriát az amerikaiaknak. Az megmenthetne a nyomortól. A Langley Holt. John szőrmester kérdezi, hogy megkefélted-e Eve Lomaxet, Patrick. Köszönöm, Mrs. Stillman. Majd én kérdezek, ha nem bánja. Csak tessék. Itt van a ház leltári jegyzéke. Köszönöm. Lefeküdt Eve Lomax-el? Szó sincs róla. Ne feledje, hogy ez bűnügyi nyomozás. Mondjon igazat. Azt mondta, hogy van valakie. Tudja, ki volt az? Nem. Jaj, ne. Ahó! Hű! Gyönyörű ez a hely. Hogy megy az üzlet? Jól. Egy nagy kereskedőnek szállítunk. Meg egy olyan cégnek, amely biotermékeket szállít házhoz. Ah, és ez a léhűtő, ha? Tényleg magának dolgozik? Mi lenne nélküle? Akkor körbeviszel? Persze, apa. Nagyon kedves, Mr. Yule. Ez természetes. Csak jöjjön, felügyelő. Az egész hadművelet idegi központjában vagyunk. Igazán komoly gyűjtemény, Mr. Yule. Nem hiszem, hogy talál teljesebbet, akárhol is. Az első este nagy siker volt. Ott volt? Igen, csak Eve Lomax meggyilkolása miatt hívtak el. Rémes, rémes történet. Talán a saját ágyunkban sem vagyunk biztonságban. Úgy tudom, megtiltotta Miss Lomaxnek, hogy részt vegyen a vetítésen. Miért? Hallott a könyvéről? Igen. Eve és Stella összevesztek miatta, és nem akartam, hogy Stella aznap borús legyen. Ez volt az egyetlen oka? Amikor Eve ideérkezett, én sokat segítettem neki. Mindent megbeszéltünk, megmutattam a gyűjteményt, fényképeket is kölcsönöztem. Csak egy szerény és méltányos díjat számoltam fel. Nemet mondott, mire visszakértem tőle mindent. És visszakapta? Egyetlen fénykép hiányzik. Igazi ritkaság még a 70-es évek elejéről. Egy fekete-fehér kép Stellával, akin egy aféle prémmel díszített bikini van. Eve azt mondta, hogy ezt nem is látta. Értem. Midsommar megye. Felvettünk egy magánnyomozót, hogy találjon meg. Tekintsem hízelgésnek. És... hol vannak a biztonságiak, hogy visszavigyenek a sivatagba, ha? Tovább kell dolgoznom. Hé, gyertek el ma este. 8 órára. Szép ruhában. Szép ruhában. Mi volt a sivatagban? Nevelőtábor renitens kamaszoknak. 16 voltam. De Rózinak nem javasolnám. Kemény lehetett.
Miss Harris? Ki ez? Tessék! Évvel együtt jártunk iskolába. 15 éves koráig. Aztán elköltöztek, és megszűnt a kapcsolat. Nem kellett volna visszajönnie. Mama. Rózi, menj. Etesd meg a csirkéket helyettem, jó? Jó. Nyugodj meg, Em. Eve kérdezgette magát a könyvéhez. Igen. Nem sokra ment velem. A mama nem beszél a múltról, és nem tudok semmit Diana néniről. Tegnapig nem is ismertem őt. Bár az anyja egyetlen testvére és a fia magánál dolgozik. Igen. Mama, van itt még egy rendőr. Uram. Bemutatom Jones őrmestert, és ő pedig... Mr. Stevens-szel szeretnék beszélni. Megnéztem a tegnapi szállítási listát. És? Azt mondta, 2 óra körül ért Eve-hez. A következő cím 1 mérföldre volt, Mrs. Blake-hez csak 3:45-re érkezett. Hogy történhetett? Szundítottam egyet. Fáradt voltam. Nem tudom, hogy elmondjam-e felügyelő, de Eve házi ura, Patrick Tillman, folyton zaklatta őt. Gyakran átment hozzá, hogy minden rendben van-e. Azt is meg akarta javítani, ami el sem romlott. Nem tudott szabadulni tőle. Tehát az a helyzet, hogy Patrick Tillman és Perry Stevens látta utoljára életben Eve Lomaxet. Két szerint a gyilkosság legkorábbi időpontja 3 óra. Perry Stevens megtehette volna, de igen necces lett volna. És miért? Talán ő volt Eve titkos szerető. Hiszen Patrick Tillman megmondta, hogy volt szeretője. Patrick tudta, hol van a húsvilla. De ha ő volt, vajon miért állította be vámpírharapásnak? Szerintem valami köze van a filmhez. Vagy Eve könyvéhez. Akkor Colin Yule volt. Óvni akarta a bálványát? Vagy a bálványok önmagukat. Stella Harris és Diana Davenport tette? Nem hagyhatunk ki senkit. Igaz, uram? Persze Perry Stevens működhetett más valaki nevében is. Tessék! Szia! Még korán van. Beszélni akartam veled. Gyere, ülj le. Köszönöm szépen, ez gyönyörű. Most pedig mesélj nekem, milyen a munka. Diana! Diana! Az apád megőrít a ma esti előkészülettel. Itt vagyunk! Rossz helyre tették a zongorát. Ó. Látom, ma nem sokat dolgoztál. Száj. Mi az? Semmi gond. Nos, beszélnünk kell. Miről? A jövődről. De... Ideje észhez térni, Scott. Mondtam, hogy ez bízd rám. Mi visszamegyünk az államokba. Hamarosan. És velünk jössz. Csak most érkeztünk. Nem megyek. Drágám, mit számára Langley? Jó egy vakációra, de nem élhetünk itt.
Ez az otthonom. 40 évig vártam, hogy visszatérjek, és egyetértettél. Akkor még nem ismertem a helyet. Te csinálj, amit akarsz, de én nem megyek sehova. Nekem itt van az életem, a karrierem. A kertészet nem karrier. Gimnazisták csinálják zseppénzért. Bármit csinálok, semmi sem elég jó, nem igaz? Ne légy olyan szánalmas! Scott, kérlek, ne! Ne fitottasd itt a macsó formádat, öreg! Hagyd abba! Vagy mi lesz? Több alkalmad nem lesz rá. Örvendek, hogy látom. Úgy örülök, hogy eljöttél. Rózi miatt muszáj volt. Mindketten gyönyörűek vagytok, a bál szépei. Ez csodálatos. Na ne. Alig 24 óra alatt sikerült a házból kuplerát csinálnod. Nagyi! Te csak tudod. Hol van száj? Van egy olyan érzésem, hogy gyakorolja a szövegét. Próbálj meg kedves lenni. Rózi? Pesgőt, uram. Ó, de jó, hogy itt vagytok. Hol van a férjed? Uram, Pesgő. Peri? Mi van? Velem jöttél, ne feledd. Igen, és te vagy a leggyönyörűbb hölgy a partin. Ebből elég volt. Nem tudom, mit keresünk itt. Mentjük a bőrünket. Várj. De gyerekek nagyon. Igen, teljesen igaza van. Én szia, idegen. Igen, Petrik. Gyönyörű szép vagy ma. Miért is szakítottunk? Menj a fenébe, Petrik. Szia, Peri. Láttalak téged, amint köröztél a kis teherautóddal. Hívtalak, megváltozott a számod? Összekeversz valakivel, haver. Én Colin vagyok. Nem emlékszel? A bajkos Colin. Köszönöm. Olyan szép itt. Annyira örülök, hogy visszajöttem. Amint lesz egy kis időm, felhívlak téged. Miss Davenport? Patrick Tillman vagyok, a Langley ház tulajdonosa. Ó, Mr. Tillman, gyerekkorom óta imádtam ezt a házat, bár csak itt élhetnék örökre. Miért ne élhetne? Tegyen egy ajánlatot. Örömmel tenném, de a férjem hallani se akar róla. Azért vette ki, hogy esetleg megvásárolja. A férjem meggondolta magát. Vissza kell térnünk az államokba, nagyon hamarosan. Kérem. Elnézést. Ez nagy segítség. Szóljon, ha megváltozik a helyzet. Köszönöm. Viszlát. Eve Lomax kiadója volt. Két napja Cy Davenport bírósági végzést szerzett, hogy meggátolja Eve könyvének kiadását. Talán valami botrányt akart megszellőztetni a feleségéről. Stella Harris sem akarta, hogy megírja a könyvet. Felröppent egy érdekes hír. Az egyik szomszéd látott egy kék jaguárt Eve háza mellett parkolni tegnap délután. Nem írták fel a rendszámát, de a leírás ráillik Cy Davenport bérelt autójára. És megnézték, hogy tegnap kihívta Eve számát tengeren túli mobilról kétszer is, és előző nap háromszor. Kitalálom, Cy Davenport. Azt hiszem, ideje ellátogatni Langley Hallba.
Azt hiszem, erre a partira sem kaptunk meghívást. Igen, csodálatos. Vajon most mit akar csinálni? Miről beszélsz? Szája belépőjét próbálgatja, igazi vérripacs. Segítség! Kaszkadőr volt. Valamikor régen még leugrott a csillárról is. Milyen szép este. Diana! Ó! Diana! Oda Őrizzék meg a nyugalmukat, kérem! Senki ne hagyja el a házat! Istenem! Cy Davenport még elment, vagy eltántorgott a lépcső tetejéhez. A gyilkos bárhol elrejtőzhetett idefent, de vajon utána hová lett? A lépcsőn nem távozhatott. Jones! Jones! Uram! Elég szokatlan. Hová vezet ez? Ramszesz sírjához? Patrick Tillman nagyapja egyiptológus volt. Aha, itt vagyunk, és elvegyülünk a vendégek között. Akárki tette is, jól ismerte a házat. A penge a gerincoszloptól balra hatolt a testébe, és eséskor elfordult. Egyébként ez egy egyszerű konyhakés. Tegyük a villa mellé, ami Eve-et megölte. Megnézzem, hogy haladnak a vendégekkel? Menjen. Én beszélek a családdal. Vettek új lenyomatot? Igen. Ki juthatott fel az emeletre ma este? Majdnem akárki. Nem gondoltunk a biztonságra. Itt nem. Nos, Colin Yule. Nemrégen odafönt kószált. A filmklubos pasas. Merre felé? Én a folyosón láttam. Mit tud Eve Lomaxről Mrs. Davenport? Eve Lomax? Ő az, akit tegnap megöltek? Semmit. De tudta, hogy könyvet írt magáról és a testvéréről. Nem, nem tudtam. A férje végzést szerzett, hogy a könyvet ne adhassák ki. Nem tudja miért? Nem. Tegnap jött Midsummer Langley-be, igaz? Így van. Cy alig várta, hogy távozzunk. El kell mondanom valamit, felügyelő. Az apámmal ma összevesztünk. De nem én öltem meg. Hát persze, hogy nem. Nyilvánvaló, hogy senki nem látott semmit, és senki nem emlékszik, hogy ki hol volt, amikor a gyilkosság történt. Igen, mindenki a pezsgőre koncentrált. Úgy tűnik, hogy a partin mindenki ismerte valahonnan Eve Lomaxet. Diana és Scott Davenport, Stella és Emma Harris, és ott van Colin Yule. Scott azt mondja, látta odafent Yule-t, akinek ott semmi dolga nem volt, beszélnünk kell vele. Úgy van. Tillmanék itt voltak? Övé a ház, az asszony szerint el akarják adni Davenportéknak. Nem mintha esélyük lett volna rá Cynál, alig várta, hogy visszatérjen az államokba. De elkésett, mint kiderült. Paris Stevens, a szállító is itt volt Emma Harris-szel. Furcsa. Nem gondolja. Miért? Egy sofőr egy ilyen társaságban, és egy filmsztárlánya a barátnője. Maga egy snob, Jones, de ez azért van, mert vidéken nőtt fel. Azért járjon utána. Mit szólna egy filmhez? Ha-ho, Ben. Itt akar aludni? Nagyon sajnálom. Csak hogy megvan.
A halál és a díva. Ebben van a lépcsős jelenet. John, hajnali 2 óra van. Sykesnak rémálmai lesznek. Ülj mellé és bátorítsd. Újabb gyilkosság volt, és a főnök szerint a megoldás az egyik Stella Harris filmben van. A producer Cy Davenport. Az kicsoda? Az, akit ma este megöltek. Kissé különös, nem? Ilyen filmen szórakozni. Tréfáj csak, de a horrorfilm olyan, mint a tündérmese. A legnagyobb félelmeink vetülhetnek ki benne, biztonságos keretek között. A lényeget. De mi következik ebből? Keresünk valakit, aki a Stella Harris filmek szakértője. És igyekszünk megjósolni, hogy a gyilkos mikor és hogyan folytatja. Szörnyeteg Cy Davenport. Ó, ez nagyon érdekes. Jó reggelt, Mr. Yule. Házkutatási parancsunk van Eve Lomax és Cy Davenport meggyilkolása kapcsán. De én mindent elmondtam maguknak tegnap. És alig ismertem Cy Davenportot. Mit keresett tegnap odafönt az emeleten, percekkel a halála előtt? Mr. Davenport volt a producere a halál és a dívának, de eljátszotta a szörnyeteget is. Nem tartja szokatlannak? Szűkös volt a költségvetés, és Cy kaszkadőrként kezdte a pályafutását. Á! Közel állt a nővéréhez és a sógorához? Tegnap előtt estéig 40 éve nem láttam egyiket sem. Miért? A halál és a díva tényleg nagy siker volt. Cy Hollywoodba ment, hogy a haszomból leforgassa az első saját filmjét. Nagy lépés lett volna az áttöréshez. 1970-et írtunk. Emma 8 hónapos volt. Jött a karácsony. De itt hagytam. Az apjával és a nagyanyjával. És Amerikába mentem. Folytassa. Mielőtt a forgatás elkezdődött, Diana meglátogatott. És egy héten belül Cy barátnője lett. És első számú üdvöskéje. Hazamenekültem a nyakamat behúzva. Soha többé nem forgatott? Ha akkor mindkettőt megölhettem volna, mégpedig büntetlenül, talán megtettem volna. De 40 év túlságosan hosszú, hogy bosszúra vágyjunk. Vigyázzon, legyen óvatos!
Mr. Yule. Vigye be a konyhába, kérem. Juliet megkért, hogy tudassam, az egyik tétel helyett mást küldött, mert elfogyott a spenót. A többi itt van, amit rendeltem. Először azt állította, hogy Diana adta neki, de a végén elismerte, hogy megfújta. Trófeavadász. Tehát ezért csettenkedett odafönt. Vagy csak fedőmese volt, mert kiszúrták. Melyik lesz a következő film? Csekkoljon mindenkit, aki kapcsolatban áll a filmmel. Ki van még életben, és tudja meg, hogy közülük ott volt-e valaki a partin. Minden filmre? Kezdje a vérszomjal, és a halál, és a dívával. Még valami? Igen. Perry Stevens előélete nem makulátlan. Elítélték kábítószer forgalmazásért. Esetleg azt gondolja, hogy kiterjesztette a bionövény fogalmát a fűre is? Van egy vadi új motorja, kicsit megerőltető egy sofőr bukszájának. Kiderült, hogy nem Mr. Stevens az egyetlen, akinek drogos múltja van. Maga mit csinál? Lefújom a fesztivált. Miért? Helytelen volna mindazok után, ami történt. Különben is. Azt hiszem, sok lesz a dolgom. Megbeszéltem Eve kiadójával ma reggel, hogy folytatom a könyvét. Az az igazság, hogy Eve-nek én adtam a legtöbb ötletet hozzá. És miután maga és Diana a barátaim, a kiadó rendkívül lelkes volt. Úgy bizony. Mi van? Ne feledje, hogy mi történt azzal, aki rólam és a nővéremről akart írni legutóbb. A Los Angeles-i rendőrségnek dossziéja van önről, Mr. Davenport. Még sráckoromban belekeveredtem egy kis bajba. Én nem nevezném egy kis bajnak, hogy alkohol és drog befolyása alatt autót vezetett kétszer is, uram. Mit csinál Mitt Summer Langley-ben? A Los Angeles-i rehabilitációs intézetek túl zsúfoltak. Úgy éreztem, hogy jobb lesz, ha eljövök. Inkább megnéztem, hogy hol született az anyám. Nem akartam sokáig maradni, de Stella és Emma otthonossá tették a helyet. És észrevétlenül új életet kezdtem. És amikor a szülei megérkeztek, úgy érezte, hogy veszélyben forog az új élete? Nos, az apám azon volt, hogy hazavigyen engem, igen. De amint mondtam, nem öltem meg. Megyek a nővéremhez. Szájtól kaptam az első évfordulónkra. Az utolsó lengyel királynőjé volt. Mennyibe került, ha? Rózi. Nagyjából $500,000. Tedd le. Hogy jut eszedbe? Ebben a házban gyászolnak. Diana néni megengedte. Ne bánsd őt, Stella. Könnyebb elviselni a helyzetet, ha van egy fiatal a közelben, aki élvezi az ilyesmit. Látom, hogy beleélted magad a gyászoló özvegy szerepébe. Mama! Ne aggódj, Emma. Ezt fel sem veszem tőle. Tudta, hogy Eve Lomax miről ír könyvet? Találkoztam vele néhányszor, de megmondtam, hogy nem akarok a szüleimről beszélni. És ő elfogadta. Végeztünk. Mára. Mit képzelsz magadról? Mama, kérlek, hallgass! Visszajössz, eljátszod a nagy sztárt. Kiveszed ezt a rémes házat. Elraboltad a karrieremet, és most az életemet is elvennéd?
Ismételd meg ezt a sort, drágám. De több érzelemmel. Érzelemmel? Mama! Érzelemmel? Hogy képzeled? Mit tud Perry Stevensről, Mr. Davenport? Az unokatestvérem barátja. Nem kedveli? Jobbat is találhatna. Már úgy beszélek, mint az apám. Mr. Stevens kínált magának kanabiszt. Hogy képzeled? De? Igen? Ha megpróbálnád, ezer darabra törne a képed. Ne! Mind... Ne! Ne! Jaj, Stella! El akarta hitetni szegény Colinnal, hogy képes lenne könyvet írni. És persze ő lenne a hősnője. Szegény Stella, elhagyott a kis öleged. Elnézést, főfelügyelő, de a húgomra rájött a bolondor. Oh. Stella néni, nyugodj meg, jó? A mamának meghalt a férje. És akkor hol volt, amikor az én férjem halt meg? Nem vágtam hozzád vázát a hálószobádban, drágám, az biztos. Mama! Ezt nevezik művész léleknek, nem igaz? Stella és Diana élvezte a helyzetet. Emma volt az egyetlen, aki szenvedett. Beszéltem a nagymamával. Nagyon örvendek. Stella és Diana apja főkertész volt itt valamikor. Vagyis a lányai jól ismerik a házat. Halló, itt Perry. Hagyjon üzenetet, visszahívom. Ó, üdvözöllek, itt Colin, tudod, a partiról. Nem vagy otthon, csak azt akartam volna mondani, hogy ne aggódj. Nem beszélek senkinek rólad. Rólunk. Örülök, hogy láttalak. Igazán. És ha van kedved felhívni engem valamikor, akkor nagyon fogok örülni neki. A bűnös ezért. És most a lánya fog vérrel fizetni érte az aljas szentségtörésért. Mr. Yule! Colin! Jó reggel, John. Sajnálom, de levettem a púját a fejéről. Szabaddá tettem a száját, hát ha még életben van. De már nincs. Legalább 8-10 órája halott. A múmia visszatér. Ez van odalent a DVD játszóban.
Mindenkit ellenőriztem a filmben, semmi lényeges. Ez az a kép, amit Eve Lomax állítólag ellopott Colintól. A házában találtuk egy fiókban. Személyesen akarta visszaadni neki? Nem emlékszem, hogy láttam volna ezt a filmet. Kérdéseim lettek volna. Tegnap hallottuk, hogy Stella Harris azt mondta a nővérének, hogy Colin Yule folytatni akarta Eve könyvét. Jelen volt még Scott, Emma és Rosie. Mára pedig Colin Yule meghalt. Elnézést, Jones, untatom? Egy perc, uram, itt van Colin Yule telefonja. És utoljára Perry Stevens-t hívta. Ideje, hogy beszéljünk Mr. Stevens-szel. Azon vagyok. Jó reggelt, Mrs. Stillman. Adna egy példányt Perry Stevens mai szállító listájáról? Mit tud Colin Yule-ról, Mr. Tillman? Kiről? Köszönöm. Mr. Barnaby! Mr. Barnaby! Beszélhetnék önnel? Halló, itt Perry. Hagyjon üzenetet, visszaírom. Perry, Juliet. Az a nyomozó megint itt szaglászott. Meg kellett mondanom, hogy hol talál meg. Légy óvatos, érted? Colin Yule a barátja volt? Nem annyira barát. Mégis nagyon hízelgő volt számomra az odaadása. Hiszen olyan kevés rajongom maradt. Az nem olyan biztos. Hol volt tegnap este 10 és hajnali 1 óra között, asszonyom? Otthon. Egyedül. Most is úgy történt, mint valamelyik filmben? Colin megfulladt. Tetőtől talpig bepójálták, mint egy múmiát. A múmia visszatér. Szándékos volt, ugye? A gyilkos a filmjeimet másolja. Nagyon úgy tűnik. Miért? Ezt szeretnénk megtudni. Mondja, felismeri ezt Miss Harris? Ezt honnan ásta elő? Eve Lomax házában találtuk, de nem az ő tulajdona volt. Van ötlete, hogy miért tulajdonította el? Nincs. A Rabszolganő című filmből van. Egy 60-as évekbeli ostobaság volt. Egy hét után elfogyott a pénz, és nem fejeztük be, szerencsére. Biztos, hogy a 60-as években? Van egy kézzel írt dátum a hátán. 1970. február. Ez Colin Yule kézírása? Azt hiszem. Régen volt felügyelő. Elérkezett az idő.
Igen. Befejezetlen filmek. Rabszolganő, 1970. Fékcső lehetett az oka. Köszönöm. A Gyötrelem című filmben Stella ikernővéreket játszik. Az egyiket megszállja az ördög, és meg akarja ölni a másikat autóbalesetben. Elvágták a fékcsövet. Akár csak a filmben. És melyik a gonosz nővér, Stella vagy Diana? Ezt kéne kiderítenünk. Mrs. Davenport, találkozott vagy beszélt valaha Eve Lomax-szel? Nem. Milyen kapcsolatban állt Colin Yule-lal? Nem volt köztünk kapcsolat. A húgom forgatásán ismertem meg. És talán eljött egy fogadásra. Őrmester. Hogy van Emma? Emma életben van. Mikor látogatta meg otthon? Nem jártam ott. Ó, akkor vajon hogyan kerültek a maga új lenyomatai a konyha ablakra? Uram, egy percre.
miért tartóztatta le a nővéremet? Mrs. Davenport önként jött ide. Rosszul értelmezi. Bármit tett is Diana. Emmát sose bántaná. Mert ő Emma anyja? Azt mondta, hogy a 60-as években készült a kép. Colin ráírta, hogy 1970. február, és igaza volt, ugye? A forgatás február 7-én kezdődött, és 10 nap múlva befulladt. Alig 2 hónap múlva Emma megszületett, 1970. április 15-én. Ez a nő a képen biztosan nem vár gyereket. Az anyánk nagyon sokat várt tőlünk. És Diana bajba jutott. Az anyánk magánkívül volt. Azt mondta, tönkretettem az életét, meg a sajátomat. Mert egy törvénytelen gyerek véget vet a karrieremnek, mielőtt elkezdődött volna. Az anyánk szőtt egy tervet. Én már férjnél voltam. Azt mondtuk, hogy a baba az enyém. Egyet értettek vele? Higgy el, hogy igen erőszakos asszony volt. Nem mondja. Otthon szültem, minden probléma nélkül. Michael, a férjem, pár hét múlva úgy anyakönyvesztette Emmát, mintha az enyém lenne. És úgy is nőtt fel. Szerencsére. Mert kiderült, hogy nem lehet saját gyerekünk. Ki volt Emma apja? Egy tanár a drámasuliból. Tudja, hogy mi történt a gyerekkel? Azt mondtam, örökbe adtam. Hol van most? Biztos meghalt. Sokkal öregebb volt, és sokat bagózott. Mm. És Eve Lomax ezt kisakkozta a fényképből. Ahogy ön. Eljött hozzám, pár nappal a halála előtt. Azt mondta, bizonyítéka van, hogy Emma nem az én lányom. Azt akarta, ismerjem el, hogy Diana a valódi anyja. Elutasítottam. Emma tudja ezt? Nem. Ha csak meg nem mondtad. Dehogy mondtam. Nem volt otthon ma reggel, amikor a háznál jártam. Csak látni akartam, hogy hol lakik. Nem lesz semmi baja. Gyere velem a kórházba, ha akarod. Elnézést, üljenek le, még nem végeztünk. Azt mondta, hogy a nővérem nincs letartóztatva. És úgy tudom, hogy én sem vagyok. Még bármelyikük bűnös lehet. Vajon tudják, hogy kell megrongálni egy Land Rovert? Bármit elhinnék róluk. De azt nem hinném, hogy Perry Stevens lenne a tettes. Rájöttem, hogy mit csinál. Tényleg? Uh-huh. Tudja, intim szolgáltatást nyújt. Erre jöjjenek. Emma, látogatói vannak. Mama! Egy szót sem, majd én elmondom. Hogy vagy? Jól, Rózi, semmi baj. Szervusz, mama. Szia! Szia! Mit fogunk enni? Készítek egy zöldséges tazsint. Ó, gondolom bio zöldségekből. Igen, pontosan. Megrendeltem egy házhoz szállítást. Varden Biobolt. Csupa helyi áru, és nagyon szívélyesek.
És itthon voltál, amikor hozták? Akkor értem haza. Rendkívül jóképű szállítójuk van. Igazán? És ez a jóképű szállító felkínált valami extra szolgáltatást? John, mire gondolsz? Mondhatnám árut különleges fűszerezéssel. És a friss csiliről, meg a kézzel őrölt köménymagról nem is beszéltem. Te viccelsz! Cserkészbecs szóra, Jones titkos megfigyelést végzett. Ez disznóság. Nem kaptam más, csak 5 répát, 4 céklát és 1 káposztát. Engedd, hogy jóvá tegyem a dolgot. És inkább rendeljünk készételt. Miért hazudtál nekem? Tudnom kellett volna az igazat. Mert féltem. Sokkal jobb életed lehetett volna, hogyha Diana nem mond le rólad. Tényleg ilyennek ismersz? Diana adottsága, hogy mindenki szereti őt. Mindig így volt. Én nem vagyok olyan, tudom. Én nehézkes vagyok, és válogatós. A legjobb anya vagy, akit csak kívánhatok. Soha nem hagyom, hogy Diana közénk álljon. Legyen szíves, Perry. Mrs. Stillman. Megint maga. Perry, elkéstél. Meglátogattam Emmát a kórházban. Tehát nem halt meg? Patrick örülni fog. Segíts neki a fészerben. Kérem, Mrs. Stillman, mindkettejükkel szeretnék beszélni. Gondolom tudja, hogy Mr. Stevens milyen ügynökségnél dolgozott, mielőtt magánál vállalt munkát. Perry kitűnő szállító őrmester. A múltja nem érdekel. Ugyan, Mrs. Stillman, tudjuk, hogy miről van szó. Hogy miféle extrákat nyújt a megrendelőknek. Perry! Juliet! Tudja, hogy erkölcstelen munkából élni bűncselekmény? Hallottam Emma Harris balesetéről. Hogy van? Sérült és zavart. De rendbe jön? A feleség azt mondta, hogy örülni fog. Miért, uram? Mert majdnem családtag. Nem igaz, Patrick? Jó reggelt, Emma. Nővér, hol van a lányom? Mrs. Harris, a lányom már hazament. Azt mondta, hogy érte jön az anyja. Szia! Emma itt van? Már nincs a kórházban. Diana elvitte. Azt hittem, itt vannak. Talán a Langley Hallba vitte őt. Hívd fel, ha előkerülnek. Persze. Hé, valami baj van? Gondolja, hogy újabb gyilkosság lesz? Egész biztos. Melyik film alapján hajtják végre? Az a baj, Jones, hogy elfogytak a filmek. Stella Harris nem forgatott több filmet? Nem. A halál és a díva után nem dolgozott többé. Ó, maga egy génius, Jones. Igen, uram, ha maga mondja, nem de... arról a filmről van szó, amit Stella leforgatott, hanem arról, amit nem. Thank you.
ez a borzalmas hely? A kezdetektől minden Usher itt van eltemetve. Ideje, hogy te is kövesd őket. Vár téged a sír, kedves nővérem! Az Usher ház bukása. Egy őrült nemes élve eltemeti a nővérét a családi sírba. Ezt a filmet Diana ellopta a testvérétől. Stella karrierje sosem indult újra. Gondolja, hogy Stella Harris volt? Vagy valaki, aki nagyon szereti és bosszút akar állni érte. John szőrmester. Miért vagyunk itt? Hogy mutassak valamit. Scott volt, uram. Emma elhagyta a kórházat Dianával, és nem találják őket. Jöjjön, Jones! Olvasd el! George William Tillman. Emlékszem rájuk. Rémes sznobok voltak. És Rózi nagyszülei. Azt hittem érdekel. Patrick Tillman, Rózi apja. Sajnos igen. Gyere. Emma! Emma, mit csinálsz? Emma, mit csinálsz? Nem a te őseid, hanem Rózijéi. De megteszi. Nem, ezt hogy érted? Emma, kérlek, azt hiszem, hogy vissza kéne mennünk a kórházba. Azt hiszem, még nem vagy jól. Nekem nincs semmi bajom. Ide, Emma, hidd el, mert az anyád vagyok. Ne mondd ezt! Ne mondd ezt! Te elhagytál engem! Muszáj volt, életem minden napján megbántam. Hazudsz! Hazudsz! Sose érdekelt más, csak a karriered! Nem igaz! Esküszöm! De igen, igaz! Te mit keresel itt? Menj el! Dobd el a kést, Emma! Kérlek! Hagyd abba, Emma! Segítünk neked! Ezt miattad csinálom! Tudom, édesem, de nem hagyhatom. Most add ide a kést. Tessék, tessék, nem lesz semmi baj. Meglátod, meglátod. Diana, meglátod. Ssss. Jól van. Ssss.
Emma! Emma! Jones! Diana a kriptában van az anyámmal, kés van nála. Ereszed, nem érti, hogy meg fogja ölni az anyámat? Ez nem igaz, Emma, ugye? Van ott valaki? Igen. Jól vannak? Nem, a nővérem megsérült. Le kell mennie hozzá. Már három embert megölt, most engem fog megölni. Senki nem fogja magát megölni. Valaki megrongálta a vékemet. Igen, maga. Segítséget kérek, Langley Hall, templom! Azonnal jöjjenek! Eve Lomax figyelmeztette, hogy felfedi a tényt a világ előtt, hogy Diana a maga igazi anyja. És ezt nem tudta elviselni, igaz? Tehát amikor Colleen Yule bejelentette, hogy folytatja a könyvet, őt is meg kellett ölnie, és a fényképet meg kellett semmisíteni. Lehet, hogy az a cafat szült a világra, de ő nem az anyám! Szoríts rá! Erősen! Az ajtó zárva van, és nem találom a kulcsot. Hol van a kulcs, Emma? A kulcs? Gyerünk! És Cy Davenportot megölte, mert szerepet adott Dianának egy filmben? A legocsmányabb árulás volt. A mami sose jutott túl rajta. Azt mondta, hogy az anyja sosem beszélt magának a múltról. Próbált jó képet vágni, de amikor részeg volt vagy lehangolt, mindig kibukott belőle. A színjátszás a lényéhez tartozott. Anélkül senkinek érezte magát. Mindig is gyűlöltem Dianát, amiatt, hogy ezt elvette tőle. A gyűlöletnek nincs értelme, Emma. Azt hiszem, hogy Stella régen rájött erre. Hogy érti? Látta Stellát és Dianát együtt. Bármi történt 40 éve, ma is nővérek. Mert végső soron csak is ez a fontos. A család. Hol van a kulcs? Légy türelmes. Hamarosan kijutunk. Mióta tudod, hogy ő tette? Tegnap. Elmondtam, hogy te vagy az anyja. Színlelte, hogy meglepődött. Csapni való színésznő. Bárcsak ne akartátok volna, hogy lemondjak róla. Senki sem kényszerített. Bármire hajlandó voltál. A sikerért, a hírnévért. Lemondtál a gyerekről, elárultad a húgodat. Jobb voltam, mint amilyen te lettél volna abban a szerepben. Te is tudod. Nem tettél meg mindent. Nem akartad eléggé. És úgy telt el 40 év, hogy azt mondtad, az én hibám volt. Mit tettünk, Diana? Adja ide a kulcsot, Emma! Nem. Sosem bocsájtok meg Dianának.
Jones! Köszönöm. Miért nem szólt nekem? Reméltem, hogy megállítom. Reméltem, hogy nem igaz, bár tudtam, hogy az. Mikor láthatom őt? Dianát vagy Emmát? Hát a lányomat. Hamar. Igaza volt, hogy a kulcs a filmekben van, uram. Nem vagyok boldog tőle, Jones. Soha többé nem nézem meg őket. Mit szól a Matrixhoz, uram? Az jó film. Oh. Top Gun. Jaj, ne. Tudja, mi a baja, uram? Mi? Hogy maga filmsznob. Jaj, Jones. A szinkront az SDI Media. And you can see more from Midsummer next Wednesday night with a deadly game of chess at the same time, 8 o'clock. Tomorrow, we're nursing Britain, on the road with some of the country's hardest working district nurses. It's a brand new series here on ITV1 at 8:30.